A fölvételt megtekerjük most, a fölvételt, hogy menjen itt nagy szilveszteri adások. És abban a pillanatban oda néz. A Graveyard Shift nevezetű horror játékkal fogunk most itt művelődni, amihol a Beastie Boyt fognak alkalmazni. És sajnos a játékhoz nincs magyar felirat jelenleg, úgyhogy lófasz esti fénye. Ez a Neve Game lesz most, Neve Game. És nagyon nagy horror szokot fogunk itt nézni. In the silence of the night, demons ambush ortox and madness unfurls in a flag in your heart. For sometimes, ez egy óriási, ez Zoli angol. Oda nézni, milyen verdánk van? Azt mondták, hogy éjjel, éjszaka bumbusok járnak a temetőbe. Ez egy dark phobia játék. La 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 la. Nem nézzük, hogy csíkozódik ez a cucmer, fú, nekem tudjátok, hogy csíkozódik? Mint egy igazi VHS kazetta. Legalábbis most én, amit látok. Fú, ez hogy ilyen hangos lesz, én 8 felé fogok infarktot kapni. Ez egy 1995 decemberi nap volt a temetőbe. Ott van a főnök biztos. Nem? Faszt. Ez is csíkozódik. Csíkozódik. Azt mondja, hogy... De miért csíkozódik ez a fos? Ordít, mint a tájog. Az a bajsz... Hogy... Ez a játék lehalkíthatatlan. Lehalkíthatatlan játékot vettünk. Vagyis kaptam. Szóval ez egy lehalkíthatatlan játék. Jó napot! Semmi bajsz. Nem lehet aplizni. Még így se veszi le a hangot. Úgyhogy nagyon fasza. És arra kéne rájönnünk, hogy mi az anyám pík faszáért csíkozódik ez a fos. Ez a fos. Ja. Oké, most már meg vagyunk. Most már jó lesz. Most már jó lesz! Csikok vannak? Tyúkok vannak? Nincsen, ugye? Nincsen csik. Na. Jó napot ki... Enter the Whispering Wind, oda néz. Így kell trófeát kapni, érted? Elindultam két lépésdig. Szia, jó napot kívánok! Te ki a faszom vagy? Ő a popbácsi. Hello? 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 I'm glad to see you. And I'm sure we've hired a great guardian. De miért úgy beszél, mint akinek fájna a torka? Azt mondja, hogy én most itt hello, szia, örülök, hogy látlak, jó napot kívánok, és most fölvettelek téged egy jó testő őrnek. I know that during the first few nights, you might not feel comfortable in this place, and may be a bit scared, but you'll get used to it soon. Az első pár napban érezd magad komfortos, hogy nem lesz, vagy nem lesz komfortos a hely, mert ijesztő, meg minden faszon valamiért beszél. This cemetery is the most peaceful place at night, and you'll find an azt mondja, hogy a temető nagyon nyugodt hely az éjszaka. Hogy nagyon csönd van ezen a helyen. Of course, you need to be very vigilant and make sure no one enters. You should know that many famous people are buried here. Go to Johnny's to get all the details from him. Aha. Na, azt mondta, hogy megyünk Johnnyhoz, és ő majd ad nekünk feladatot, hogy mi a fasz van. Ez a Whispering Winds temető, 1907-ben alapították. Igen, a grafika úgy néz ki, hogy mindjárt lerúgom itt a biciklit. Nem tudom, mi történik. De minden hájgon van. A Nyitbox hívó, szia! Pálinkás, a szuper chilles év utolsó napot mindenkinek, szia, hello, hát nem tudom mennyire ez chilles ez a játék. Szia, szia!
És hello! Szóval itt minden high-on van. Úgyhogy valószínűleg ez lesz a nagy grafixa. Olyan van nekünk, hogy film grain. Mert attól megvadulok. Attól megvadulok, hogy olyan van a játékokban amúgy. Music, ez nagyon jó. Fejmozgás. Nincsen shading. Vizuális megmozdulások. Na mindegy, így fogunk játszani most. Itt ez ilyen ködös éjszaka volt. Egy ködös éjszaka volt. Azt a kurva! Ez a Johnny? Úristen, ez az Addams Family-ből izé. Hogy hívták? Tudjátok. Én nem. Fú, amúgy is... Amúgy képzeljétek el, én gondolkoztam azon, hogy el kéne mennem temetőbe dolgozni. Mit szóltok hozzá? Ezen gondolkoztam múltkor, hogy lehet, hogy sírásonak kéne mennem, és ez tök jó munka amúgy. Jó napot kivárok! Hello, szia! Öcsi, mekkora vagy te állat? Amúgy Nyitpak így nézhet ki, nem? Nyitpak, nem hasonlít túl erre a fiatal emberre? Szevasz Felix, szia! Hello, szia! Most pont rád gondoltam, azt mondtad, magos vagy minden. Érted? Jó napot! Elnézést! Halló? Halló? 20-as farka van? Akkor igen. Figyelj! Megnézzük. Halló? Nem tudok legugolni. Nem tudok legugolni. De nem is interaktál velem ez a fiatal ember. Halló, te faszapó? Beszélj már hozzá, mert lerúglak. Geci. Go to security room and talk to Johnny. Ja, akkor ez nem a Johnny. Jó, és hol van a security room, Dick? A nagy biszti őrszobám. Várj, volt itt valami térképsz? Ott jöttünk be. Security room, ott lesz a sarekba. Oké, már most eltévedtem, semmi baj. Semmi baj, ez a church, nem? Nézzük meg, hol a church. Igen. A security roomnak itt kell mellette lennie. Az lesz. Ott. Jó, ez így nem lesz jó, ezt le kell halkítani. A fülembe. A fejembe le kell halkítani a játékot. Ott letudom. Szia, hello Johnny Cam, szia. Te voltál a biztőr, fiam? Ez lesz a szobám? Nem tudom bemenni most még. Hello. You must be the new night shift guard. Igen, you should know that guarding the cemetery isn't easy. Ez egy könnyű munka? Akkor te miért mész el innen? The cemetery is equipped with CCTV cameras. Ez a temető használ ilyen kamerákat, vagy minden ilyesmit. Igen. You must regularly check the cameras and never let anyone in. Tonight, the cemetery has 3 guests. Due to the time constraints and a lack of proper and secure mortuary around the city, they had to store the bodies of the Ghost Rock group here tonight. Tomorrow, the funeral for these will be held. Jaj, még holttestek is vannak itt nekünk a temetőzbe. Hát ez így nagyon nagy stílsz. Most hát meg itt valaki. There's something very important that the priest told me not to tell you, but I'll share it with you. The previous night shift guard died of a heart attack. Igen, azt mondta. And we found his body at the church door with a bluish complexion and a terrified look. Meghalt szívinfarktusba, a előző biztiőr. Mi? Azt mondja, meghalt szívinfarktusba, előző biztiőr. Úristen. És megrémült arcot találtok rá a temető kapujába. A temető kapujába megrémült arccal találtok rá előző biztiőre, aki szívinfarktus kapott éjszaka. Húha! Hát ez nagyon jó lesz. You, but I thought it's better that you know and stay more alert. If you have any questions or encounter any issues, please contact me. Remember to regularly check the cameras. Jó, csekkeljük a kamerát. Hello, Johnny, szia! Jó éjszakát, mert minden ilyesmi. Átveszem itt a pisztolyom. Hol a pisztolyom? Ez jó volt ez a fordulás.
Na, azt mondja, hogy ask the guy to get out and the cemetery because the opening holds over. Jó? Szóval, most... Mi a csicska lángos ez, pasz meg? Mi a majmok költöztek be a temetőbe, vagy mi a fasz? Jó napot ki... Hello, szia, veled kell beszélgetnem, te... Terry Black. Excuse me, sir. I must ask you to leave this place. This cemetery is closed from 5 PM onwards. And jó napot kívánok, el kéne hagyni a temetőt, mert délután 5 óra van, és húz a faszomba haza, oké? Okay? Recskázzál valami Pornhubra, te. Hogyan mész, marekám? Kit nézett ez amúgy? Meg kell nézni. Viszlát, hello, szia. Majd holnap visszatérhetsz, oké? Okay? Terry Black. Kit nézett ez a gyász temető? Ez volt az-e? Vagy melyik kis hírkövet nézte? Nem, hogy itt izé Marikán főkeleste. Na, kiküldtünk mindenkit a temetőből. Elhagyta... Ott megy a fiú. Jó, elment. Nagyon... Jó, hogy be kell zárnom ajtót. Be kell zárnom itt ajtót, nem csak úgy van ez. Geci, ennyire védeni egy temetőt, lakattal, bisztőrrel, minden faszom. Jó, hol meg kell találnunk nagyon gyorsan a kameraszobát, az itt van balra rögtön. Úgyhogy itt elfordult, te figyelj már testvér, aludtál mostában? Kicsi nyúzott vagy. Micsoda, 6 órát aludtam. Miről beszélsz? 6 órát aludtam, csak előbb kell. Csak előbb keltem, úgy lehet, hogy azért. Jó, nem előbb. Ilyen egy körül. Igen, itt van a nagy biszti őrös izénk. Reggel 6-ig fent voltam, de elnézést kivárok. Jó, ezt itt 8 lakattal lezárjuk ezt a ajtót, ide senki nem jön be. Ez mi ez a tévé? Ezen pornót fogunk nézni, nem? Őha, itt ilyen ablakszok vannak, oda nézzé. Ablakszokat lehet látni minden. Itt föl az pörkült, érted? Itt nagy szilveszteri káposztákat főzünk. Mert épp szilveszteri éjszaka lesz itt. Jó, nem akarok podcast. Mit mondod podcast? Halló? Jó, itt van ágyikunk, itt lehet nézni. A fények, igen, az a fények. Na, és ez mi a faszom, ez a sporhelt itt is. És még működik is, érted? Ott is van egy. Jó, kamera. Hű, geci. Na ez így nagyon, valaki belenéz a kamerába, mindjárt én szívinfarktus kapok. Oké, semmi bajsz. Az mi a csöcs? Ott világít. Ja, azok biztos ilyen mécsesek. Nem én irányítom a kamerát, az autót is van mozog. Itt valami szana széje van dőve. Mi? Ott szivárog a víz, láttátok? Aha, ott ilyen problémák vannak. Jézus, itt van Jézus, vigyázz ránk. Papesz, Jézus papa. Itt a hullák fekszenek, addig jó, amíg fekszenek. Mennyiben fogadunk, hogy ezek fő fognak kelni, ezek a getik? Jó, itt még van nekik 3 koporsószög is nekik. Ott is, micsoda? Ennyi erővel FNAF játékkal is játszhatnál. FNAF, az mi az? Mi az a FNAF? Ott a nyíl oda kell venni. Igen, vágom. Szóval ez. Fuse Church. Jó, meg kell találni, hogy hol szivárog a víz. Az valahol itt oldalt volt, nem? Még nincsen este, úgyhogy minden rendben van. Ez még csak ilyen délután 6 óra van. Bobby, ne ugassál, Bobby, mert szájba vágulok. Aha, ott világít cucc. Jó, Five Nights at Freddy. Ja, lehet, hogy majd egyszer belekóstolunk. Mit mondod, nem tudok közel menni, vagy mi? És ez most mi? Rakjon bele ezért? A tökömet, vagy mi? XM the water pipe. Jó, kövessük a csöveket. Kövessük a csöveket, az nagyon szokott segíteni ezekben ügyekben. Lehet, el kéne zárni a vizet. Aha. Mondom én, ez 200 IQ-ban.
Oda néz. Itt a biztos kamera egyik. Mit? Találd meg a... Olyan trófeát kaptam, hogy találd meg a... Hogy hívják? Kaszást. Mi? Have you ever heeded the Chris of Demon? Milyen kaszás, geci? Kaszati, mi van itt? Ferike, te ezt most te kérded tőlem komolyan? Jó napot! Délután 5-kor zárt a temető, sziasztok! Nem hiszek a szememnek. Nem hiszek a szememnek! Ezt csak kápráztam. Káprázó szemek voltak. Ez mi a fasz? Így kezdeni a munkát, jó? Hogy kell az a menni? Mondjunk föl a gecibe. Mondjunk föl! Hát ezt nem jártunk ilyet. Azok első napon a munkában itt már ilyen izék, szobrok basztatnak. Itt van egy lyuk. Beszarsz. Jó, bezárkózunk. Na. Jó, én most biztonságban vagyok. Totál biztonságban vagyok. Na akkor csak mondom, én nem voltam res megnézni tegnap este azt az 50 percet testvész, hogy tudjam hol ne igyak a pesgőből, mert amikor nevetni fogok rá, tehát kifújnám a morit. Te megnézted egész? Az igen, jó? Halló? Figyeljetek! Ez a legjobb munka, bent ülsz a kamera előtt és nézek, ez nem történik semmi, érted? Semmi baj. A halottak alszanak. Mindenki, itt nem volt egy autó előtt? Jézus papa is itt van. Ő is vigyáz ránk. Minden perce van. Rosszul feküdtél, fiam? Rosszul feküdtél tán? Hogy itt beesni itt a ágy elé, he? Sokat ivott, az leborult. Megborult picit ott a holttest, láttátok? Igen, autókkal minden rendben. Én nem látok semmi elváltozásokat, meg semmilyen fiatalembert sehol, akit ki kéne baszni a temetőből, mint Beastie Earth. Jézus papa még mindig néz minket rendesen. Jó, itt mi a fasz kell csinálni? Touch! És ide. Touch doesn't need new torch or gadget. De mi? Mi az, hogy... Miért ez a feladatom, hogy nézem a CCTV-t? Mi a baj? Megragul is a tűzre, de le van egy apjaváról rendben. Még nem kell semmi. Ez mi volt ez? Én értem, csak itt most nagyra... Most menjek oda? De azt írja ez a pöcs, hogy nézem a CCTV-t. Feladatlista azt írja, hogy nézem a CCTV-t. Nézd meg. Hát ott check the CCTV objective. A change has occurred in the this section hall. Check it out. Jó, meg kell nézni, hogy mi a fasz történt ott most. Elnézést, jövök. Pisztoly van nálam ám. Jó, az a templomhozban van, itt bent van, ugye? Itt vannak a holttestek bent.
Hú, geci. Ez nem volt benne a munkaszerződésemben, hogy halottakot nézek, hogy miért pörögnek lefelé. Tényleg van, vagy csak mondod? Micsoda? Most. Amúgy van? Most hogy a játékban, vagy a életben? De hol a faszomban van a izé? Church? Warhouse? Ez a... Dissection Hall? Is? A játékban nincs. A játékban nincs. Jó, most hol vannak elrakva a hullágdik? Ez a Body Section Hallba? De hol van ez? Ahol bejövünk. Csak sima gázpisztolyam úgy. Semmi extra. Semmi extra? Szevasz ránévsz! Szia, hello, szia! Aha, itt vannak bent a hullánszki. Jó napot kívánok! Tik azt, ahogy csillog a panda, itt valami Marika nénye főmosott. Jézus! Szevasz, szia, hello! Minden rendben van, fiam? Baszd meg a kurva anyád faszát! Semmi, elnézést! Elnézést, ez csak egy fotó. Ez csak egy néni. De miért kellett így ránézni? Miért kellett így ránézni erre a büdös ribancra? De most komolyan. Szia, hello, elnézést. De rakjalak vissza? Azaz. Persze egyáltalán nem furcsa, hogy egy szobába, ahol pörög a klíma és itt olyan hideg van, hogy még a faszom is összement, hogy egy szobába, ahol a halottak, három halott fekszik, hogy egy véletlen leesik a földre, nem? Szerintem mindenki alapból főnök. Oké, hol kell aláírni a felmondást? Én nem dolgozok itt tovább. Hülye vagy? Szívinfarktus fog kapni, geci. Jézus! Ha beszéljél már ezekkel a buzikkal, hogy ne ijeszgessenek. Faszom. Jó, megyünk haza. Vagyis a CCTV-be. Ez mi a fasz? Ez a koponya valójában igaz? Igazi vagy hamis? Ez volt itt most a kérdés. De most kik szórakoznak velem a halottak? Ez olyan, tudjátok, vannak ilyen filmek, ilyen babysitteres film is volt, ugye, amikor mindig új babysittereket vettek föl, mert a gyerekek kikínozták a babysittert. Na most kb. Úgy érzem magam én is, hogy mindig új biztőröket vesznek föl, mert a halottak kinyírják a biztőröket. Hogy ide nem kell biztőr estére. Minket nem kell védened, te fasz. Szóval ez van most itt is. Ki leszek készítve idegileg. Csörög a telefonsz. Csörög a telefonom, pom 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 pom. Halló, jó napot kívánok! A túlvilági hívás nagyon sok pénzbe fog kerülni magának, csak kondom. Mert a szájában mindjárt beröppen egy kondom. Ez egy túlvilági hívás volt most. Főhívtak telefonon a túlvilágról. Semmi baj. Üzenetet nem hagytak?
Semmi baj, nézzük a biztonságkamerát. Hogy nincs itt valami probléma esetleg. Ott valaki át a ajtóba, srácok? Mint hogyha láttam volna valakit ott ajtóba, a sarekba, nézd meg! Vagy... Igen? Az ott egy ember? Hát ő nagyon embernek néz ki a kapuba. Az ottan valaki? A kurva anyát, faszát! Ki a fasz vagy? Bazzak, ez úgy... Mi volt az a film? Tudjátok, az a fekete-fehér film? Úristen ez. Ez úgy néz ki, hogy az ott valaki, igen. Most mi van Felix-e? Hát egy temetőben dolgozok, még szép, hogy megijedek. Szerinted csak képzeljük? Azt mondja, a férfi, aki kint áll az ajtónál, meg kell neki mondanom, hogy húzzon a faszomba. Halló? Halló, jó napot kívánok! Valaki eltorlaszolt a ajtómat, mit szóltok hozzá? Jó napot kívánok! Itt most kéne itt valami segítség. Jó, szerintem mi nem fogunk játszani egy második horrorszal, nekem untig elég ez. Nem tudom, miket képzelek én akkor, amikor én azt hiszem, hogy majd kettő horrorszal fogok játszani, mert nekem akkora faszom van. Hát nincs. Oké? Okay. Nekem ez így untig elég. Szerintem ez mára ez. Elnézést. Nézzük meg még egyszer ezt a fiatal embert, ami mindig itt áll, lehet hazament magától. Nem ment haza még. Your last radio news reporter here with a bitter piece of news from the world. Jó, volt egy levelünk itt. In a tragic and unfortunate incident, the members of the iconic music group Ghost Rock, one of the world's popular music acts since 90s, lost their lives on the road. Mi a valami apácó? This renowned group was known for their unique compositions and their haunting and enigmatic sound, leaving an indelible mark on the world of music. The members, who were traveling to New York for a Halloween celebration, tragically lost their lives in a devastating accident. Jó, valaki fordítsa ezt a nekem létszeres valami angol jó fiatal ember. Transferred to Whispering Winds Cemetery. Tomorrow, in a private ceremony attended by their friends and loved ones, they will be laid to rest across the globe. Várj, de itt teljesen más tír a levél, mint itt. Azt mondja, én egy biztos biztiőr vagyok a cementeriben. És én egy üzenetet hagyok most a következő biztiőrnek. Itt vagyok 3 és 4 óra között éjszaka, és én nagyon sok lófasz látok mindenhol. A... Valami apácák állnak a temető közepén. És sírnak. Nagyon sírnak ezek a büdös kurvák. És nagyon pinaszaguk van. Ez elképzelhetetlen. Magyarítás nem volt.
Jó, előző biztér hagyott nekünk üzenetet, hogy ő nagyon nagy izéket lát, a pálcákat, meg pinaszaguk van, meg ilyenek. Hát én mindig nem tudok kimenni, Dick. Halló? Unit, ja. Most komolyan úgy aludjunk el, hogy itt van valami faszapó? Na jó van, legyen este. Nem zártam be ajtót. Nem zártam be az ajtót! Menjünk a fény felé. Fuss, fuss a fény felé. Ez aztán a jó álom, sírkövek között futkározni. Tök jó szilveszterkor ilyen játékkal játszok. Nagyon faszol. Felix-el és Shockers-el? Nincs meg nektek akkor a GTF-on? Nem akartok jönni? Gyönyi-bönyi, mert sőt, ti csak ingyenes verziókat nyomattatok, nem? Az van valami világítozott. Nincs meg. Ki álmodott már ilyet, fogok ezeket srácok, ki álmodott már ilyet, hogy beleesik egy sírba. Ez egy nagyon beteg játék, rendben? Egyezzünk ki abba, hogy ez egy nagyon nagy beteg játék ez most. Na, valaki főbaszta a pörköltemet. Nem zártam be azt a kurva ajtót. Nézd meg, valaki itt járt és főbaszta a pörköltemet. Ez egy lámpa. A hagymás babomat fődúrantotta. De ez nem is itt volt, ez a rádió, hanem itt volt középett. Itt át lett rendezkedve, nem fel se tudom venni. Jókor zárom én is be ajtót. Hú, este lett. Este lett, este lett. Riaszt autó, haló? Autó nagy riasztásokban van. A fiatal ember eltávozott innen. A fiatal ember, a nagy világító szemekkel. Jó, Jézus papa még rendben van. A holttestek rendben vannak. Fú, geci, itt nagy a sötétség. Húha. Jó, gondolom meg kell nézni, hogy mi van. Jó, vagy fogjuk meg a... Valaki kinyitotta nekünk a ajtót? Hallottátok? Valaki kireteszelte az ajtót, geci. Most már mehetsz. Oké. Na jó, ez így nagyon para. Igen. Az nem kifejezés. Hogy ez így nagyon para. Piri para para piri. Megyek már autó, semmi baj.
te hülye bacsör! Te hülye bacsör! Basz meg! Nagyon szépen köszönöm a 500 sírt, bacsör. Köszönöm. Jó, ebbe a nyakam picit most belefájdult, ebbe a attrakcióba, köszönöm. Azt mondta, hogy oda kell bemennünk abba a cuccba. Valahogy szerszámért. Köszönöm szépen, bacsör, 500 sírt. Igen, neked is boldog új élet, köszönöm. Köszönöm még egyszer. Ez egy nagyon jó időzítés volt. Amúgy 5-6 éve nagyon fostam kimenni a sötét udvarunkba, mert féltem a kóbor kutyáktól, hogy netán a farkasoktól, mi bejöhet az udvarba. Halló? Amúgy miért kívülről van a retesz? Láttátok? Miért kívülről van a retesz? Én ezt nem értem. Ez kell nekünk? Ez a szög belőle, vagy mi a fasz? Nagyon jó. Ebbe fogjuk a... Hopp, egy crowbarunk is van. Jó, ezt nem tudjuk használni. Szóval ez! Valami érem, valami furcsaságból kívülről van a retesz ajtón. Hogyha majd bejövünk ide, akkor be tudjanak zárni. Half-Life referencia, majd lesz Half-Life, srácok! Kemény retro hónapokban majd hozom a Half-Life sztorit. Egy-kettő Half-Life-ot pörgessük majd story módba. Mert ami bent van, veszélyesebb, mint ami kint van, tehát be kell zárni, gondolom. Aha, fasz meg a faszom. Egy-kettőt, yes. Hello, Na még ilyet se basztam. Ez a játék fenomenális. Basz meg, ki klippelődik a ablakon a virágsz. Ez kurva jó. Hello, jó napot kívánok! Egy nagy autószerelő vagyok én most. Oda nézzél, hogy megszereljük ezt az autót? Didulsz! Nagyon fasza. Jó, most menjünk vissza a security roomba. Hát ez a játék baszakodik velünk. Jó, szép! Nem hallok semmit. Nem hallok semmit a fülembe. Semmilyen suttogás, meg ilyen hülyeségeket. Á, dehogy. Nem hallunk ilyesmiket. Nem, az egy temetői autó. Neked írom a dalt. Neked énekelek. Jó, el kell mennünk a fűzhoz. Semmi baj! Lekapcsoltak a áramot a szellemek. Minek az nekünk? Jó, meg kell találnunk a áramdobozt valahol. Nem olyan menci este a temetőbe járkálgatni amúgy egy flashlight-tel, úgyhogy közben baszta a szemem káprázik folyamatosan. Mindenféle dolgokat látunk itt, ami lehet nincs is itt. Vagy éppen próbálnak elűzni minket ezek a puruttyagecik. Minden itt van? Egy helyen? A cső is, áram is, meg minden. Ez ki
füstült, mint a kurva élet. Nagyon visszamentünk és megcsináltuk itt a áramot és most meg tudjuk nézni a CCTV-t, hogy most mi a baj. Nem merek megfordulni, mert előbb itt bajok voltak, amikor megfordultam. Kezd fájni a balherém. Amúgy csak mondom. Kezd fájni a balherém picit. Le kell masszírozgatni, hogy minden rendben legyen vele. Merre van a CC? Erre ugye. Fú, én esküszöm, hogy futnék, mert minden ilyesmit, de nem merek. De nem merek, mert akkor hirtelen kapom arcomba a szart. Egészségedre. Egészségedre. Nem tudom ki voltál, de takarodj innen, te kurva. Köszönj baszva. Ki a bájt a temetőbe? Sötét van, alszanak itt a hullák. A normális vagy? Itt sikítgató more. Nem normálisak. Hopp, visszajött áram oda nézni. Se temető szimulátor, se biztőr vagyok. A biztőr, aki össze van szarva. Az a lyuk az idegesít engemet, az a lyuk. Jó. Semmi baj. Be vagyunk zárva örökké. Jó, meg kell nézni a CCTV-t. Hogy mi történik itt. Jó napot kívánok. És nagyon messzívül fogom itt kémlelni itt a dolgokat, oké? Okay? Eddig minden rendben van. Van valamilyen, izé, baj. Mint hogyha itt lenne valami csúnyaság. Hogy a rákos mindenségeteket nektek geci, hogy a faszom fogod a bemenni éjszaka, hülye vagy? Megint szartót basztak ágyúra ezek ketten. Jó, valaki adjon nekem valami izét, amfetamint vagy valamiddik. Valami csillapítókat, már itt ki vagyok idegileg. És megint helyre kell hoznom itt a... Dik, van ott szívecské, oda nézzel, ott mellettem. 100% a szívecském. Hát ez mikor rakták oda? És mi, de miért van ilyen, nem? Az soha nem jó, hogy van ilyen élet, Cheeks. Szerintem. Majd meg tudjuk, rendben. A testek főkeltek, azt mondta. Noni? Jó, elmegyünk a hullaházba. Elmegyünk a hullaházba mulatni. Tararirarirarirarirarirarra. Tarari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 r
Már halucinációk vannak a szemembe.
Nem akarok sírni többé már. Hallani a hangod most is fáj. Hazudtál, mikor szemembe néztél. Holott... Itt van a varhaz valahol. Fú, nagyon félek mozogni. Előjött, pedig nem is tudtam, hogy ilyen van. Előjött a temetőit iszem. Érted? Temetőit ízbe szenvedek. És nagyon szarok most. Lehet kéne púzus kapcsolni. Kapcsolja púzust? Egy valódit? Pillanat. Hashire sorio, kaze no yoni, tsuki mihara wo, padoru padoru. Michael testvérsz! Nagyon szépen köszi a százas hírsz! Csocsi, csöcsi, te kis zocsi! Nagyon szépen köszi a százas hírsz! Szia Michael, szia! Sajnos valószínűleg ebből a játékból te sok mindent nem fogsz látni most testvérsz. Nagyon sötétsz ki. Nagyon szépen köszi a százas hírsz! Szia, hello! Aha! Ez nagyon fasza. Ott a pulzusom, 97 jelenleg. 150-nél meghalok, csak mondom. Jó, persze menjünk be a nagy hajnalok hajnalán a hullaházba, mert kettő hulla úgy gondolta, hogy játszogatni fog egymással és leszaltózik a ágyról, és majd én helyreállítgatom, mert én ilyen jó fiú vagyok. Hát persze. Hát ez annyira természetes, úgy húznék el innen, mint a kurva élet. Ugye vagy? Faszom. Jézus papa, mi a... Miért nem védesz meg, Jézus? Miért nem? Adjatok egy keresztet a kezembe, az megvéd. Jó, itt volt balra az a büdös kurva képe, nézzük meg. Jó, most már nincs itt. Oké, most nincs itt ez a büdös kurva képsz. Mert egy biszti őrnek az a feladat, hogy hullákat abuzáljon. Így van. Vagyis nincs. Nincs így. Ki, Jézus? Nem, Jézus ugyanezzel a tekintettel nézett le ránk. Jézus így nézett, csak az a baj, hogy ez a kép, ami itt van, itt volt balra, az eltűnt. Az elvándorult. Van egy rossz hírem, srácok. Tudjátok, mi a rossz hír? Az, hogy a hullazsákokban nincsen benne a hullák. Ez elég nagy probléma. Szóval ez elég nagy probléma, hölgyeim és uraim, hogy itt erre hullák így járkálnak. Miért kéne találnom kiutat, amikor tudom a kiutat? Ártatlan szemmel néz most rám a hajnal. Madarak ébrednek a reggeli szajjal. Mi van ide írva, hogy te itt nem fogsz fölégni? Jó, itt várjat a guláshoz. Azt mondta, kéne kulcsot találni, nem? Ez nem olyan összes... Hát ez nem olyan egyszerű, hogy itt te kimész, bazd meg. Hú, geci ez a játék, te! Jó, Zoli nem játszik horrorszal 2024-ben, jó? Oké? Megegyeztünk? Ott a kulcs. Azt szerintem. Jó, és miért vannak gecis papír zsebkendők itt lerakva a hullák mellett? Mondjátok meg nekem. Ez már nagyon izé... Ez már nagyon brutál.
A zsebkendőket meg tudod magyarázni? Kezd el, Butchers. Mit csinálsz te itt a nagy hullák között a zsebkendőkkel? Persze sírhatsz is, de az egyszerű lenne. Oké. Okay. Key adetto inventory. Innentől jön az, hogy itt megfordulunk most. Jó, nem játszunk 2024-ben horror játékokkal, oké? Okay? Megegyeztünk? Mindenki beleegyezik? Rakja fel a kezét, aki igen. Izékkel fogunk játszani, ilyen Spyro, Crash Bandicoot, meg izé, Looney Tunes, Tazmán ördög, Pindur Pandúrok, meg ilyen játékok való nekünk, nem ilyen horrorszok. De megtaláltam a kulcsot, te csiska gyerek! Fölvettük a kulcsot, nem? Ja, hogy én is én szeretem a horrorokat? Jó, oké. Amúgy igen. Igen, csak nem játszani, hanem nézni. Nézni én is nagyon élvezem. Akkor a pulzusom nincs 90-en. Eddig is rendesen szavazás van. Hagyjuk, hogy ne legyen horror 24-ben? Istenem, beszarok. És még szavazás is van. Fú, keci. Fú, itt van a nagy kemence, itt égetik, ahol... Úgy kitöröm ablakot, mint szar. Mi az, hogy 10? Jézusom, hát eddig életben nem szavaztatok ennyi eddig. Erre bezzeg, mi? Jó, ott van Angel. Ott van valaki ajtóban, innen mondom. Hagyjuk, hogy ne legyen horror 24-ben, 11 szavazat, biztos, hogy nem. Köszönöm szépen. Angel előttünk van. Valaki, ott szia. Ott egy nagy angyalka vigyáz ránk. Reánksz. Angyal, vigyázz rá. Miért nem mehetek ki ajtót? De van egy kulcsom is, meg egy fejszép, mi a fasz csinálják vele? Jézus, mondjál valamit! Itt volt még egy ajtó. Ahol az volt írva, hogy nem menj be, csak a staff mehet be. Úristen, srácok! Jó, ide nem tudok bemenni. Jó, ezt nem hiszem, mert eltűnt a harmadik hulla is. Eltűnt a harmadik hulla is! Hát én lesz a papagam. Jó, itt mindenki hullajáró. Ez elvitt támítács. Fél a fél. Mi a fasz? Hú, a végbelem. Vagyis a vakbelem. Vagy mi a fasz ez? Szűnj a végbelem. Geci. Semmi baj. Semmi baj. A lényeg az, hogy itt már nincsen hullák. Hopp, kinyit a hajt. Nem az, az ki volt nyílva, bassz meg. Jó, Jézus még mindig rendben van. Jézus Papesz.
itt volt ez a koporsó előbb, srácok? Szerintem nem áll csak így itt egy koporsó, úgy? Jól emlékszek én erre? Jó, annak a angyalnak már feje is van. Annak már feje is van! Annak a kurva Máriának. Előbb nem volt feje. De büdös kurva. Kimegyek, az meg úgy száján terítlek. Úgy gyors fasszal. De nem megyek ki. Szerencséd van. Szerencséd van, hogy nem megyek ki ezen ajtón. Csak mondom. Jó, ez a koporsó nem volt itt. Fejetlen, inkább legyen fejetlen, mint ilyen mari fejenek idik. Nem szeretem ezeket a horror marikat. Ettől a tenger alatt járó blütyögéstű már ki vagyok. Itt fogom elégetni ezt a kurvát. Suhanc Gubat! Sziasztok, kellemes délutánt mindenkinek, és persze kívánok neked 12 hónap egészséget, 53 szerencsét, 365 nyugalmat, 8760 óra szerelmet, 525.600 boldog percet, és 31.536.000 másodpercet. Úristen, nagyon szépen köszi, Suhanc Gubat, és ugyanezt kívánom én is neked, testvér szem, köszönöm. Most csak annyit kívánja nekem, hogy túléljem ezt a játékot. Oké? Okay. Mert már a végbelem, a vakbelem, a balherém, a minden is már nagyon fáj. Ott áll Mari, meg akar minket baszni a temetői közepén. Azt mondta, hogy leráncsorolom a bugyit, és úgy megvasz szárazon. Szia, hello! De mit hagytam ki még? Főkényíti a koporsót, mi a csöcs? Csöcsingers. Tika nagy halálfejek. Itt fekszik El Diablo. El Diablo de la Vega. Nagy keresztek. Amúgy ma piros bugyit meg bosszert kell viselni. Hajnali kettő, leírom a címemet. A vörösre ugrok. Hopp, itt nyitva van a ablak. Jó, nincs nyitva a ablak, ez csak a látszat. A látszat néha csaló. De mi a retkes nutellás kifli van itt, pacz meg? Nem tudok itt tovább. Találtunk egy kulcsot. Vagy elő kéne venni egy inventorimból a kulcsot valahogy. Hát nincs shit. Ez mi ez? Ez egy fejsze. Ez meg egy túl. Szóval én imádom a izét. A pirosat. Az egy vadító. Vadító színekbe pompázó dolog. Vagy meg kell beszélni Jézusszal? Az lehet amúgy. Szia Jézus, mi a helyzet? Jól vagy? Minden rendben? Jó, én ezt ma nem bírom. Jó, hogy a piros hoz szerencsét ilyenkor? Figyelj ide te! Csicska lángos. Mi az, hogy nincsen Enikei a inventoriba? Hát fölvettem, te húgy. Jó, ez bebagolt. Esküszöm neked, bebagolt örökre. Hazudik vagy hazudik? Mi a feladat? Find a way out. Jó, itt valami titkos ajtókat kell megtalálni, vagy nem tudom mi van itt most már. Most már idegbe gyűvök. Idegbe gyűvök már! Csak, ja, hogy az nem oda való. Aha. Hát de itt nincs másik kulcsos szerkezet. Ez Mari leselkedik. Nem bír a testivel. Jézus, semmi? Ez se nyitódik, ski.
se nyitódik ki. Remélem, egy levelet nem találtam meg, vagy valami ilyen szart nem néztem meg, és azért nem tudok tovább jutni, mert hello, szia. Jó, itt már megijesztett már mindenki, aki lehetett. Jó, nem tudunk visszavászni? Nem tudunk visszavászni, mert itt állt kint Mari. Ez csak egy sírkő. Ez csak egy sírkő, semmi baj. Ez csak egy sírkő volt. Hagyjuk, hogy ne legyen horror 24-ben, mint a húzat egy szavazat. Biztos, hogy nem 15, és talál egy. Köszönjük, köszönjük szépen. Keep Johnny informed by főkéri Johnny fiút. Előző Beastie Boyt. Marika? Marika, ne. Ugye? Húzzál te is vörösen, akkor tudom, hogy ez mit fog jelenteni, oké? Okay? Jó, én ide többet nem megyek be. De a temetőben mióta vannak ilyen hangok? He? Ilyen sejtelmes izé hangok. Szöllem hangok. Hello, keep Johnny informed my phone. Jó, itt most visszasétálunk rendben, mintha mi se történt volna. Egyáltalán nem veszette három hulla a hullaházból. Semmi ilyen dolog nem történt. Egyáltalán semmi. Nyugi Zoli, amit láthatsz egy temetőben, az a sírkő, szobrok, kolostorok, koporsok, Mari, száraz fák, hullat. Igen, kurva szellem, hogy folyamatosan kopog az ablakon, igen. Köszönjük. Csak horror legyen 2024. Csak horror legyen 2024. Nem ez a kérdés, hogy csak horror legyen. Vagy ez legyen a kérdés? Nem, az hülyeség. Nem? Akkor az nem. Jó, ott áll valaki. Semmi baj. Most így beszélgessünk egy picit. A lényeg az, hogy pont a stream elején mondtam nektek, srácok, hogy tényleg nagyon szépen köszi mindenkinek a elmúlt évet és eszméletlenek voltatok, és nagyon szépen köszi minden, rengeteg millió támogatást és meg mindent, az, hogy itt voltatok és itt vagytok folyamatosan. És nagyon szerelmesek vagyok belétek, meg ilyesmi. És tényleg a évben kb. 140 játékkal játszottunk egy év alatt. Spoilerre megszámoltam így a modokat YouTube-on. Úgyhogy kb. 140 játékkal pirítottuk a évet. Úgyhogy az rengeteg, rengeteg. Úgyhogy remélem, hogy jövőre is legalább ennyivel tudok majd szolgálni nektek. És holnaptól kezdve, rögtön január 1-én durrancsuk itt a Retro Hónapot, kezdjük a Fear 1-ese. Úgyhogy eszméletlen Retro Hónapos streamek lesznek januárban. Kapjam el a palit. Nem is rám telefon, ez 95-ben van, Dick. Retro, így van. Január 1-e, azaz holnap. Kezdjük a retro hónapot, és csak a retro gémekkel fogok durrogatni. Úgyhogy nagyon fiszi-faszi lesz. Kb. 2010-ig van a repertoár. Úgyhogy lesznek itt nagyon régik, és ilyen 2010-ig Prince of Persia franchise végigjátszás, Wolfenstein, Quake. Mi van még? Half-Life, minden ilyen csöcs pattintó, bugyi roppantó. Hallotta Buzi, mit csinált bent a CCTV-be, geci? Mi az, hogy kizársz? Elnézést. Jó, ez most bezárom magam. Így, most biztibe vagyok. Jó, itt állt valami csöcsszomorító fiatalember. Megette a pörköltemet teljesen, odanézzé. Meg a lábost is megette, bazd meg. Hát ilyet. Első alkalom, mikor pöröghetsz a farkomon, Perix-e, mit szólsz hozzá? Hát igen, mert ugye semmi csak a második lesz, hogy itt most ebben a évben, januárban volt még a első retro hónap, amikor doomoztunk, meg mindenféle ilyen dolgokkal játszottunk, ami nagyon jó volt az is. És most lesz a második, csak úgy, hogy nagyon nasty lesz. Mi a feladat?
Keep Johnny, ja. Telefonsz. Hello, Johnny Cam. Én nekem ez Hello? A bújj, hogy itt vagyok veletek, srácok, nem megyek sehova, There's nem a problem. Sehol. What's going on there? I just realized that the bodies are not in their place. What should I do? Mi történik itt? Mr. Johnny? I can't hear you. Can you hear me? Hall engem? Oh, Jesus. Oh, Jesus. Mindent főzabált ez a szellem, srácok. Elvittem még mindent, érted? Itt a tűzhelyet, a krumpli főzelékemet, mindent, geci, nem hagyott nekünk semmit kajálni. De irigy volt. Be van ez zárva? Jó van akkor. A feladatunk, hogy csekkoljuk a CCTV-t. Na, most nem tudtunk rendbe hozni itt senkit, mert ugye a hullák azok elsétáltak, mert ők is szilveszteri bulit tartanak. Úgyhogy a hullák elsétáltak és nagyon rendben vannak. Na, nézzük, hogy itt a CCTV-be ki randalírozik, mert mi nagyon nagy biszti őrök vagyunk a temetőben most. Biszti bolyok. Aha! Van egy sírásunk, aki hajnali 2 vagy 3 óra között itt próbálja itt a sírokat kiásni, semmi baj. Majd mindjárt kimegyünk és odabaszunk neki egy jó nagyot, és megmondjuk neki, hogy takarodjunk ki a faszomba innen. És meg egy kis campfire-t is csinált magának a fiatal ember, hogy azért érted este van és lásson valamit, és ne fázzon közben. Meg egy szalonnákat tudjon sütögetni, meg minden ilyesmit. Bandi! Szia, hello, szia! Hello, szia! Sikerült lefektetni a zombikat? Hát még nem találtam meg, éppen most keltek fel ezek a kis gecik. Ja már mint a izébe? GTFO-ba? Igen. Sikerült, megcsináltuk azt a pályát és még azon kívül egyet. Úgyhogy majd bán folytassuk. Hello, Bob vagyok a Necromancer, és ez egy kicsi magulóz. Jó, most jön Jézus képe. Rendben van, Jézus papa, oda nézzél? Minden rendben van. Azt ajtót én nem zártam be, csak mondom. Jó. A hullaszobába, ahol feküdt a 3 hullánszki, vagy 4, ugye még nem tudjuk mi volt a izébe kopott hullba, ők úgy gondolták, hogy ne vegyük őket, mert most épp pajzálkodni fognak egymással, a szottyat, húsokat fogják egymásba nyomkálni, úgy érted, mert most jó puha a test, meg minden ilyesmi, úgyhogy most egy kicsit a szottyat testüket most itt igénybe veszik, és a kamerát kizártak minket itt a vidinyogóból, itt a nagy pornográfiákból, de hát ez ilyen, nem tudsz velük mit csinálni. No signal. Ez van. Itt minden rendben van. Ezek jó fiúk. Jó fiúk, jó lányok, itt el vannak. De miért ilyen nedves a talaj? Lehet, hogy itt becsurog itt első. A feladat. Apparently someone in digging grave in the cemetery check it out. Szóval most kivegyük. Fölhúzzuk itt a izét, a pulóvert keménybe. Jó nagy fassa, ezeket már megint átrendezték, ez előbb itt volt. Na nem baj. Szóval. Szólunk annak a faszkalapnak, hogy négy társogasson. És négy campfire-ről jön, négy bonfire-ről jön nekem, ez nem pár szólsz, hanem húzzon innen a gyíkba, és menjen aludni haza. Igen, ez a feladat, amit elmondtam. Elnézést! Én vagyok a Beastie Boy. Van nálam egy flashlight és nem félek használni, úgy pofán baszlak vele, öcsém. 8 szaltót dobsz, még anyát sem ismerne meg szilveszteri éjszakán. A normális vagy, hogy itt ilyen korásolsz? Bár ha tudnám, hogy hol vagy, az úgy segítene rajtam. Letty! Boldog új évet, szia Letty kép, szia, hello, csöcsi puszi! Te is vörös bugyit és melltartót fogsz ma húzni, Letty? Mert akkor ebből duó lesz, vagy trió. Szia, hello, boldog új évet neked is, szia!
Jó, megkeressük ezt a faszopót, hogy hol ássa fel itt a nagy izét. Itt a területünket. Már mondtam, dude, előbb mondtam, hogy nem bulizok sehol. És nagy izék vannak itt, kockolások. Kockolások, éjfélkor majd izé, kacsintok egyet. Csak ruháddal szeretnéd, akkor van a alávalóból is minden piros. Mert itt hajnali kettő előbb mondta, hogy itt piros bugyit, meg boxert kell fölvenni, meg minden ilyesmit, meg beltartókat. És én mondtam neki, hogyha itt ilyen vörösbe öltözik, akkor megvadulok, mint a bika. És meg se állok, amíg fő nem szarvalom. Semmi baj. Igen, úgyhogy vigyázzatok magatokra, hogy itt vörösbe öltöztek. Na, hol ez a fasz szapó? Apaó. Apaó. De nem fogom éjfélig nyomni. Dude, rendesen 8-ig nyomjuk a dolgot. Itt nagy sírás, rívás lesz este 8-kor, elköszönök meg minden, és aztán mindenki mehet itt a dolgára. Úgyhogy 8-ig nyomjuk rendesen. Nem akarlak még titeket szilveszterük is fönntartani. Hol a faszomban ez a ásó majom? Halló? Hallott, Frederico? De itt társál te betőmbe. Mert én vagyok a Beastie Boy, megmondalak a izének. Pap bácsinak. Hol a faszomban van? Ez nem igaz, ha nem veszem észre. Lehet, hogy te ástál? Na bazd meg. Mit csinálsz ilyeneket? Ennyi kész, aztán alszol vagy mi? Dehogy alszok? Nem, valószínűleg reggel 6-ig megint fönt leszek. Nem, nem tudom. Majd lesz valami. Nem szoktam így előre tervezni. Mindig azt csinálom, amit szeretek, úgyhogy... Vagyis amihez van kedvem, úgyhogy nincs ilyenekkel problémsz. Főtalálom én magam. Akkor gyűhetsz velünk legózni, Zoli. Micsoda! Ja, Fortiba? Aha. Jó, nem tudom, hogy Szogi testvérsz meddig ér rám álma, hogy mikor fogsz szilveszterezni, vagy hogyan lesz. Már GTF-ózni fogunk. Te is jelent velünk GTF-ózni amúgy letti, csak mondom. Így szerényen. De ja, rá fogok érni valószínűleg. De hol van ez a csöcsképű, bazd meg? Az végignéztem egész temetőt. Hát, neked soha nem tetszik az, amit én akarok. Neked soha nem tetszik az, amit én akarok. Nézd meg. Hát nem úgy néz ki eddig. Jó, ez a csávó eltűnt innen. Kell szólni a fiatal embernek, hogy húzzon az anyjába. Az a feladat. De nincs itt a fiatal ember. Eltűnt. Próbálta épp kiásni az anyját. Azért végignéztem egész temetőt. Hát ez Lost in the House. Lost in the Cemetery. Halló? Lássátok, ilyen a jó bisztiőr. Kijövöggeti, és annyira beszart, hogy elszaladt. Itt ásott, nem? Valahol. Rutin ellenőrzés. Hát tényleg eltűnt. Az végig szaladtam mindenhol már. Jó, szerintem most ez ilyen kibaszás, hogy nem, hogy ez így elment, és vigyünk vissza a CCTV-be, és pofán fognak baszni minket valamivel. Oké. Elnézést. Jó napot kívánok. Jó és jó estét. Jó reggelt. Előbb látta magát a CCTV kamerákon, hogy itt óriási és írásások vannak. Jó napot kívánok! És ez kiadott magának erre engedélyt, a kurva anyád. Ó, faszom, nézzem bele! Ja, fasz! Mi?
Szevasz, Anubis, szia! Jó, picit a balherén most berátkódott. Jó, azt mondta a csáv, hogy húzzunk innen a faszomba, még csak most, de mondta. Mondta, hogy ez már nagyon sok volt neki idegileg, testileg, hogy húzzunk innen ki a gecibe, és menjünk haza a faszomba oda, a nagyvárosokba. És megállunk egy izébe, egy ilyen kupiba, és nagyon nagyot fogunk baszni most. Ez milyen hosszú game? Állítólag 50 perc. Én már 1 óra 16 perce játszom. Ez attól függ, hogy mennyire szarsz. Kicsit beszartál? Hát én folyamatosan be vagyok szarva. Ja, itt a bejük, kapunk ki a gecibe. Nem, egy percet nem maradunk itt tovább. Egy percet se húzunk a gecibe. Itt a kulcs, bedugom. Megváltoztatták a zárat. Aj. Azok meg ki a faszomak. Hello, jó napot kívánok. Elnézést. A rossz oldalán vagyunk mind a ketten szerintem. A két társaság, jó napot. Én oda szeretnék menni meg ide. Mit szóltok hozzá? Nem cserélünk helyet? Cseréljünk helyet picit! Na, szóval hol tartottunk? Ott tartottunk, hogy itt valami vörös ruházatokról beszélgettünk, nem? Hogy vadító, meg ilyesmi. Szóval igen, a lényeg az, amit előbb mondtam, hogy holnaptól kezdve nagy retro hónapszok jönnek, srácok. Januárban retro gémekkel fogok durogatni. Úgyhogy várlak titeket majd. 3 óta durogatnak? Szerintem Felix már reggel óta durogat. Hagymás babot evett a gyermek. Mert azóta baszpenceres filmeket néz, hogy legóztam. Közben Letti már témázgatott is volna, ha figyeltél, elnézést kívánszok, hát de bazd meg, sokkoló hatások alatt vagyok. Mit mondod, drága Lettünk? Linkeljétek vissza és nagyon reagálok rá. Halló? Nem az, nem. Nem arról az. Miért Letti, te összes chat üzenetet el tudod olvasni? Azt most bezárjuk. Nem tudok mindenre odafigyelni, pedig ekkorában meg van nyitva ez a chat. Na jó van, mert te ilyen professzionális vagy. Én is azt hiszem, hogy mindent elolvasok, még hogyha nem is mondom be, azt hiszem, hogy mindent elolvasok, de akkor úgy néz ki, hogy nem, mert valamiről akkor lemaradtam. Aha, mert hogy nő is tud mindenre figyelni. Nem. Higgyétek el, hogy egy streamernek elég sok mindenre kell figyelni, anélkül is, hogy nő legyen vagy férfi. De, mondom, linkeljétek vissza, amit írt le...